Szokásunk szerint, mielőtt hozzákezdenénk az ebédünkhöz, egy imádságot mondunk el, és utána kezdődik az ebédnek a fölszolgálása. Kérjünk szépen, hogy mondjuk együtt. Jövel, Jézus, légy emlékünk, áld meg, amit hatalmaidunk. Amen. Nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek. Ha 1948-ban
Fölszentelt eddig ezt a templomot sok-sok munka után, sok-sok pénz áldozattal, sok-sok munkával. Áldunk azokért, hogy ezt a munkát ma végzik. Hűséggel, szeretettel, mint okos tiszteletüket. Légyük most közöttünk, amikor visszaemlékezünk azokra a napokra, és áldunk templomunkért, lelki otthonunkért, a magyar otthonért. Dicsőségével szemmeledre. Amen. Köszönöm szépen, megtiszteltél Úr! Megtiszteltél Urak, megtiszteltél Asszony, Rögyelmes Uraim, kedves ünneplő közönségünk! Nem egy szeretettel köszöntöm Önöket a Krisztus első magyar mindesült egyházának presbitériuma nevében. Az egyházunk 50 éves fennállásának évfordulóján. Elődeink, akik megalakították ezt az egyházat, egy magyar fészek alapjait rakták le, ahol fejünket meghajtva a drága anyanyelvünkön dicsérhetjük a mindenhatót, és a magyar zsoltárok eléneklésével közeledhetünk az Úr zsámolyához. Nekünk ezt a drága örökséget meg kell tartanunk, és tovább kell adjuk az utánunk jövő nemzedéknek, hogy továbbra is fenntartsák, ápolják a magyar hagyományainkat, magasra tartva lobogtassák a magyar zászlót, hirdetve magyarságunkat az idegen népek és kultúrák forgatagában. A Jóisten áldása legyen minden magyar életén és munkásságán, melyet magyarságunk megtartására és Isten dicsőségére végez. Szeretettel üdvözlők körünkben nagytiszteletű Nincs Gábor és Ilonát feleségét, a Daytoni, Ohio-i Magyar Egyház lelkipásztorát, gyülekezetünk volt lelkészét, már ezelőtt egy jó pár évre, és kedves feleségét Ilonát, kívánunk sok áldás szolgálatukra és életükre. Következőben szeretném szolgálni felkérni tiszteltes Urat egy rövid beszámolóra a egyházunknak a egy történelmére vonatkozólag. 1948 a fordulat éve volt a magyar történelemben, mint ahogy erre mindannyian, de amen. Mint ahogy erre néhányan emlékszünk, ekkor szűnt meg a több pártrendszer és a Rákosvég eluralták a kommunista sávukkal terror állam csinálva. Ebben az évben alkul meg Miami-ban, itt a keresztény egyiklézsia, nagytiszteltő Péter Antal lelkipásztor vezetésével. 7 évig az Emmanuel Evangélius templomot bérelték, ott tartottak Isten tiszteletet. A megalakuláskor 58 éve 80 fő volt a tagok száma, annyi, mint a szavazó egyháztagoké 2006-ban. Az első karácsonyon 200-an voltak, mint mi is az elmúlt karácsonyban, annyian, mint mi szoktunk lenni általában a karácsonyokkor. 1949-ben megalakult az egyházsegéző nőegylet, és elkezdi a fáradozást, ami azóta sem szűnt meg, legfeljebb kicserélték a kutyarendezést, és ma azok lettek a rangidősök, akik néhány évtizedet fiatalként álltak be a munkába. A női körbe már ismerjük. Az alkonás évében 3000 adományt gyűjtött templomi képviselő alapra a nőosztály. 1952-54 az előkészületek évei, többek között az egyházunk neve végleges lett, Krisztus első magyar egyesült egyházat, és ebben a népben minden felekezett helyet kap, aki közös templomot akar építeni, hogy ápolhassa a hitét. 1953-ban épült a Kossuth terem, közös összefogással a presbitérium női kör, és az újonnan alakult Kossuth polgári kör munkája nyomán. Minden szombat este zenés vacsorát rendeztek, hogy a belénál az épület alapra összegyűjjön. 1954-ben leteszik a templom sarokkövét, virágvasárnap április 11-én megtörténik a kapavágás, de 1955 közepéig tart az építkezés, ahogy a nagytiszteltő Péter Antal,
tényképpen itt van a hátam mögött mondta, a mi templomunk a szegény asszony pillérjeiből épül. 6 év küzdelme és munkája benne a gyűjtéstől kezd a felépülésig, de az eredményért legyen Istené egyedül a dicsőség. 1955. októberre tető alatt van a templom épület. Év végére hallgatók, pajtók, s a csillár is a helyükre kerül. 1956. február 15. templom szentelés. Bár hiányoznak a belső színes ablakok, a padok, az urasztala, a bejárati hőajtó, a lépcső följáró és a falak még vakolatlanak. Kicsinek bizonyult a templom. 300 ember tölti meg, és a bankett vacsoráján 400 vendég vesz részt. 1956. hálaadás napján, Thanksgivingkor, a torony, a bejárati főajtó, az ablakok szentelésén 250-en ünnepelnek együtt. Szomorú az ünnep, mert 1956-os magyar forradalom tragikus érdekoltása mindenkinek fáj. Megjelennek ekkor már az első menekültek, akik közül még ma is élnek jó néhányan. Az ünneplés után a hétköznapok ezernyi kihívása között volt az adósságok és a kölcsönök visszafizetése. Bár 7 év alatt szépen gyűltek az adományok, szükség volt a Magyar Református Egyesület kölcsönére is. A templom építés akkor 230 000 dollár emésztett föl. Az építkezés 50 év óta sem fejeződött be. A templom új tornyot kapott a 60-as évek végén, a Kossuthház kibővült a Petőfi teremmel, majd a könyvtárral, de felépülnek az apartment épületek is. Hogyan lesz tovább az építés? Meddig marad miénk ez a szép templom? Tőlük. Mindenki építhet hozzá egy kis kövecskét, egy sor falat, jelképesen, mert mindenkire szükség van. Az önként vállalt esti és fogadalma arra kötelez, legyünk építők, sőt, mi magunk is épüljünk fel Szent templommá, Istenházává, hogy lelki otthont nyújtsunk egymás befogadására, kulturális hasznára, nemzetünk jó hírnevének gyarapítására, az Isten dicsőségére. Hála legyen az eltelt 50 évért, kísérje Isten szeretete mindazokat, pedig a kezdetektől mind a mai napig megbecsülik, támogatják Szent templomunkat, a magyar Sion. Áldás békesség, erős vár a Istenünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. De ezt meg kell kérdezni, mert ez egy nagyon fontos. Hogy is lett az edény? Meg kell említeni szakácsunknak, Lacinak, hogy ő hogy főzött, és a többi hölgyek hogy készítették elő az ő számára, hogy ott tudom ebédet. Ó, erről jut eszembe. Bocsánat, erről jut eszembe, hogy egy amerikai vigoros meghalt, és fölmegy a Mennyországba, és a Szent Péter fogadja őt, és mondja, hát messze 7 óra van, mondja, hát most már kéne valahogy vacsorálni menni, mert hát mégis nem lehet ételt nélkül élni. Azt mondja, nem messze van itt egy jó kis hely, azt mondja, elmegyünk oda, és megvacsoráljunk. Azt mondja, törülünk a gömböző szekére, elmegyünk a tejúton, elmegyünk a Bárányfelhő utcán jobbra, és ott van a Piastyú tér, és ott van egy nagyon jó Kentucky Fried Chicken. És ahogy mennek ott az út, ahogy végigjegyzik, az a felhő között életemény, az út támad, és a viporosul lenyél, és ott van a fokolc. És ott kérem, dárítóznak, esznek, isznak, táncolnak, ott minden van a hétvilágon. Azt mondja, atyám, az ugye valami tévedés van. Én mindig a te embered voltam, azt mondja, és azt mondja, látod ott mi van, mert mi meg megyünk ide a Kentucky Fried Chicken. Erre a szentetje megszartani, hogy tudod, az a helyzet, hogy két emberre nem érdemes főzni.
Gábor urat, hogy lelkészítsek, hogy szóljon egy pár szót a közönség. Köszönöm szépen, János. Látom, hogy a humorom ugyanaz maradt. Egy év után, hál' Istennek, a Istennek, hogy kerül egészséget hosszú éveken át, hogy ezt tovább folytathassd így. 1948-ban nem csak ez a gyülekezet alapult, az az év arról is híres, hogy én abban az évben fogadtattam. És egy évre rá születtem meg. Úgyhogy nagyon örülök, hogy lehetünk együtt, nem csak az, amiatt, hogy akkor születtem, már csak azért is, hogy lehetőség adott számunkra annak idején, hogy ezt a gyülekezetet szolgálhassam. Nagy büszkeségem az, hogy amikor megérkeztem, sikerült összefogni a római katolikus és református egyháztagokat, és egy éven belül az ifjú gárda átvette a vezetést, a János megválasztottuk az első római katolikus presbiterként, egy pár jó vastagnyagú kánonista egyháztagú szívta a fogát kegyetlenül, és hát nem tetszettem nekik, de azt mondtam, várjatok, még majd meglátjátok, hogy jó volt a választás, és az az érzésem, hogy ezt be is bizonyította a János. Nagy Istvánt megválasztottuk elnöknek, a Kossuth elnökének akkor, és az egész fiatal gárda kapták a vezetését, csodálatos dolgokat műveltünk, elkezdtük az ökumenia szellemévé, elkezdtük a misézést minden vasárnap, és este 6 órakor először sátoros ünnepeken, aztán havonta egyszer, és azóta is hál' Istennek sikerült fenntartani ezt a szép együttműködését a magyarságunknak itt a délvidékeken. Amint tudjátok, rémkellemes emlékeink tömege jön így a szemem elé, ahogy visszagondolunk ketten Ilonával ezekre az évekre. Aznap, egy két hét múlva lesz, április 17-én, amikor 16-án én előtte való héten fölrepültem, február 1-én kezdtem a szolgálatot, egy héttel április 16 előtt felrepültem New Yorkba, elvettem feleségül Ilonát, és másnap lerepültünk, délután volt, hallottátok, említettem a felszentelés, beiktatás és mindent. A Révész Tibor, a püspökök édesen mindenki, egy repülőn jöttünk le, hihetetlen kezdése volt a házas életnek. Követtek bennünket, még lélegzeni sem tudtunk, hogy leszállunk a repülőgépről. János várt az egyházi autóval, mondom, de ezeket ötidek irányítsd el egy-két utcával arrébb, hogy tegyenek egy nagy barga kanyar, hogy az Ilonát tudjam behozni a házba, hogy lássa meg az új otthonát, mielőtt még a tömeg megérkezik utána. Behúzok a kocsival, felmegyünk a parókiához. Jusz Zsófi, a Helen Busák, a Doris, ezek mind ott állnak a konyhajtóban, akkor még nem volt betűzni. A konyhajtóban is lesik, hogy na most, hogy néz ki ez a tiszteletes asszony? Vajon itt kapom? És kukucskának az ablakon, ez megérkezünk, integetnek, én felkaptam Ilonát az ölembe, most már nem lenné megtenni. Bevittem a házba, 5 perc múlva, az egész lett megérkezett utánunk. Ez egy ilyen nagyon kellemes emlék volt, hogy ott kukucskáltak és hittegettek az ablakba, hogy vajon mit kapnak. És azt hiszem, hogy nagyon megszerettük azután. Ilonán, rengeteg emlék van így előttem. Nem is tudom, hogy azt hiszem, azok, akik itt voltak, azok emlékeznek rá. A gyülekezetet sikerült felemelni, és nagyon kellemes éveket töltöttünk el. Természetesen, ja igen, egy másik nagyon édes sztori volt, ahogy megérkeztünk, elindultak lettak kegyetlenül, állapotosan. Tiszteletes asszony, azért kellett neki felmenni házasok ilyen gyorsan.
Ugye, számolták a napokat, hogy én február 1-én kezdtem el, tehát a gyermeknek mikor kell megszületni. Hát szegény András fiúknak nagyon lassú szülése lehetett, mert 4 évet tartott, de megszületett. De édes voltam, hogy ők mindenki beszélt róla. Csodálatos nagy Budapestén kevészen János énekel, Franderus gyönyörű énekekkel bókoltak nekünk. Hihetetlen szép emlékenet, az épület majdnem ugyanaz, ezek a falak ugyanazok, a képek ugyanazok, az arcok ugyanazok, nem változtatok sokat. Nem a fejjel, hogy a járvány. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a mai alkalommal, meghozhatom ezt az örömünnepet. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és remélem, hogy még lesz alkalom arra, hogy találkozzunk, összejöjjünk, elbeszélgessünk. A Jóisten áldjon meg benneteket. Nagyon erőt, egészséget ahhoz, hogy ez a gyülekezet tovább éljen, még éljen sokáig, 120 éves koráig, úgyhogy szerintem megadatik ez. A fiatalokat kérem, hogy tartsanak ki hagyományaink mellett, gyermekeitek, unokáitokat hozzátok be. Ma délen a gyülekezetben. Azt hiszem, hogy mint ahogy egyik legjobb barátom, Oszkár mondja nekem, az Ozi azt mondja, hogy ő aranyműves lett. Hát én is aranyműves vagyok, és szeretném bejelenteni a következő beszédtartót, az életem bearanyozóját, a női kör elnökét, Mezei Margót. Csak egy nagyon-nagyon rövid leszek, nagyon-nagyon kevés időt veszek el a nőktől. A Nőosztály nevében szeretettel köszöntök minden kedves megjelent ünnepről vendégeket. Meleg, szívről meleg szeretettel. Üdvözlöm és köszöntöm nagy tiszteletről Nincs Gábor és Ilonán a feleségét. Mi nagyon jól tudjuk, különösen Nagy Kristával, a férjem volt a főgondnok, ő volt a Kossuth elnöke, hogy mennyire együtt voltunk, együtt éreztünk, együtt dolgoztunk a magyarságért. És ez oly jó érzés volt, felemelő, amikor én megtudtam, hogy ők jönnek, hogy végre láttam őket. Mert ugyan Kanadában meglátogattuk őket, de az nagyon régen volt, 10-15 évvel ezelőtt. Kérem a Jóisten adjon nekik nagyon-nagyon sok áldást gyerekeikkel, akik egyik itt született, a másik máshol született, amikor már elmentek. De emlékszem rá, amikor gyönyörű bébisávot csináltunk Ilonának. Igazán voltunk itt legalább 200-250-en. És nagyon kérem kedves testvéreinek, mind akik itt ülnek, ez a magyarság, itt dobog a magyar szívünk, itt érezzük jól magunkat. Támogassuk ezt a helyet továbbra is. Ha az elmúlt hosszú évek alatt figyelemmel követtük magyarságunk életét, akkor láthatjuk, hogy a női kor úgy a múltban, mint minden időben szorgalmasan és megértő együttműködéssel dolgozott. És dolgozik magyarságunk életéért. A gyönyörű Kossuth terem ez, ahol oly sok magyar egymásra talál, szórakozik és kellemesen érezheti magát. Mindig
mindig szeretettel várja ez a terem kedves vendégeinket. A gyönyörű templomunk, amely minden magyar büszke lehet rá, én az vagyok. Hiszen a gyönyörű templom, mely a gyönyörű ablakokkal, amelyek magyar történelmi eseményeket tükröznek csodálatos színekben. Nem csak ékesíti templomokat, hanem lelkileg felemel bennünket. És ezt mindannyian, akik ismerjük a magyar templomokat, akik járunk, akik tudjuk, láthatjuk és érezhetjük. Ez az a templom, amely időről időre várja a magyar képzelmi testvéreket, akik 50 év után is fenntartják és ápolják magyar nyelvünket. Minden hónapban a Jóisten kegyelméből katolikus misénk van, ami szintén gazdagítja magyarjaink életét. Ezt nagyon-nagyon szépen megköszönjük Miklósnak. Atya Jóisten, hogy az ő kegyelméből még hosszú-hosszú éveken keresztül létezzen és viruljon magyarságunk büszkesége a templom, a Kossuth és mi magyarok egymás iránti szeretetünk. Köszönöm szépen! Pedig szeretném felkérni kis Erzsébetet, a Kossuth Polgári Kör elnöknőjét, hogy egy táncolva üdvözlőjére. A Kossuth Polgári Kör vezetőség és tagjai nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm az ünnepi bankjában részvevőnek vendégeinket. 50 év egyéni életünkben is nagy idő. Még hosszabb egy közösség életében. Ma a közösen megtett útra emlékszünk vissza, hiszen az egyházközség megalakulása után néhány év múlva megalakult a Kossuth Polgári Kör és a sok közös munka és áldozat eredményedett elő a Kossuth Ház, majd a szép templom telepítéshez. Boldogan mondhatjuk el, hogy a kezdettől, mint a mai napig lelki otthon nyújtott a templom minden magyarnak. Mint ahogy a kulturális otthon sok magyart megtalálta a Kossuth teremben, majd a Petőfi teremben, a könyvtárban. Hálásan gondolunk az alapítókra, rokonainkra, barátainkra, akiknek fontos volt a templom és a klapház, és ezért sokat tettek. Néhányan itt vagyunk, akik az 1950-es évek közepétől az 56 utáni években itt találtunk új otthonunk, barátokat, itt találtuk meg a helyünket, és ezért hálát adunk Istennek. Ez a szép évforduló. Azt kívánom, hogy még sokáig legyen a templom dél-floridai magyarok lelkiháza, ahol békében, összefogásban, szeretetben lakozhatunk. Isten áldása maradjon velünk mindörökre. Köszönöm. Itt, amint látják, vannak spanyol és spanyol vendégeink, akik majd a színpadon fognak szerepelni, és zongorát művészetre fogják elkárítani a mi ízléseinket. De hogy erről jut eszembe, mindig eszembe jut valami, nem tudom. Az a helyzet, hogy tudja valaki megmondani nekem, hogy mi a különbség, ugye itt az van, hogy a nap, Fidel Castro, Kína és a Pesti nő között. Ez egy elég komoly kérdés, hát hogy van-e valakinek ami elgondolása, hogy a nap, Fidel Castro, Kína és a Pesti nő között. Nem értem, nem akar mondja az idő. Azt mondja, hogy a nap az keleten kell, nyugaton nyugodik, ugye? Hát ez így van.
ez a törvény. Kína az sem keleten, sem nyugaton nem nyugszik. Így van. Fidel Castro az pedig sem keleten, sem nyugaton nem kell. És a feszi nő addig nem nyugszanak, míg nekik kell. Aki itt lakott az apartmentünkben hátul hosszú éveken keresztül, és itt nőtt fel. Ami, és most hálájának idejében elhozta tanítványait, akik magyar zeneszerzők műveiből fognak előadni. Ők a magyar, illetve az amerikai Miami Egyetemnek a tanulói. Mr. Lopez, would you be so kind and live in our Hungarian colony, in our apartment. He introduced five of his talented students. These young musicians of the University of Miami will perform music for the Hungarian composers.
következő számban Márta Milosevic fogja kerülni Ligeti György számáiból.
következőkben szeretném fölkérni Barbara Tapsot, nagy vagyok itt, és ami kitűnő, hoppá, és Nagy János.
A műsorunk utolsó száma
Mária, bocsánat, Gyari Érszak Dína, a tenő követőt. Lisztnek a Hungarian Rhapsody.
thank you so much for the brilliant playing. That's beautiful. Fantastic. And we also thank you for all the performers and for the beautiful play, and we wish them all a beautiful future and in the Caribbean. Thank you so much. I appreciate it very much. Köszöntöm el az alkalmat arra vonatkozólag, hogy szeretettel köszöntsem Nagy Mihály Veronikát. Olyan, itt a Nagy Mihály Veronikát, aki igazán hatalmas nagy szeretet, akinek a férje, akinek a férje, ott van köszönjük ezt a falon, Gáspárnak, aki óriási szeretet játszott magyar központunk életében. Köszönjük szépen, nagyon szépen. Ennek az emlékére szeretném elénekelni és együtt énekelni azt a szép dalt, hogy szeressük egymás gyerekek, a szíva leszek én. Ennél szebb szó, hogy szeretem a nagy világon én. Az a sír lesz majd a végállomás, s a szív pihenni tény. Hazagjuk át az életet, hisz úgysem tart sokát, s a gyorsan elszálló életet, tegyük mi boldogtán. Szeressük egymás gyereket, a szíva legszebb így, ennél szebb szó, hogy szeretem a világon én. Az élet úgy is tovaszál, s a sír magával száll. Szeressük egymás gyereket, mert minden elcél. Most pedig szeretném fölkérni, amit az előbb egy kis összekapadás volt, Barbarát, és akik énekeljen hogy nekünk a műsorok keretén belül, és kíséri a zongorát Nagy János, aki kitűnő zongorista. I just wanted to tell everybody that I've been coming here for a long time with Warren Buffalo. And there are many faces here that have become dear to me throughout the time that I've been here. And almost everybody has made me feel welcome. And I appreciate the kind of people who support the church and the club and remind you it's only an empty building unless you put your heart and your children and your grandchildren here with you. So keep it going. Thank you.
Finally, as the chief elder of the celebrating church, let me express my thanks to all of you, both guests and hosts and hostesses. Much appreciation to everyone who helped in making this day a great success. Végül, mint az egyházunk főgondnoka, megköszönöm minden kedves vendégünknek részvételét, a segítő segítségét, mindenki támogatását, akik hozzájárultak a mai ünnep sikeréhez. Kegyelettel őrizzük az építők és az alapítók év emlékét. Isten áldása maradjon velünk, templomunkon és életünkön, családunkon. Találkozunk minél többször templomunkban és itt a Kossuth teremben. Isten velünk, viszont látása. Hogy pedig felkérem megtiszteltőlőt a benedictionre, a áldása. Mivel nincs rajtad Balázs, ezért ne álljunk föl, mivel azt szeretnénk, hogy pedig ünnepel, azok még 6 órakor is itt legyenek, és minél jobban érezzék magukat, ezért maradjunk ülve, még állunk az áldás. Az Istennek békessége pedig, amely minden értelmet halad, őrizze meg a szíveiteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusnak, ki a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Érezzük jó munkat továbbra is. Köszönöm szépen, most pedig álljunk fel és énekeljük a magyar hímet. Kérem a további jó szórakozást!